Az a hír járja, hogy alaposan megtréfált a nyári időjárás a nyugat-európai burgonya előállítókat. Igaz a hír? A hír igaz. Olyannyira, hogy talán még a történelmük során nem éltek ilyen száraz és forró nyarat. Én emlékszem, hogy 10 évvel ezelőtt, mikor Hollandiában először ment 30 fok fölé a hőmérséklet, akkor mindenki azt mondta, hogy ez a Szahara is kibírhatatlan. Hát az idén 36-37 fokok voltak, és két olyan teljes hónap, amikor egy csepp eső nem esett. Pedig a holland időjárás a klímára az a jellemző, hogy időben mindig megérkezett a kellő mennyiségű csapadék, sőt, sokszor még több is, mint kellett volna. Milyen következményei lesznek ennek, hogyha itt a burgonya árakat nézzük, és elsősorban a vetőburgonyát, amiről most itt szó van? Hát ennek az időjárásnak ugye hatására a termés eredmények csökkentek, bizonyos területeken akár 30%-kal is, attól függően, hogy öntözhető terület volt-e, vagy nem, mert ebben is különbségek vannak Hollandiában. A szabad vizekből nem lehet öntözni a Ralstonia veszély miatt. A furt kutak egy része a tenger környékén sóssá vált, úgyhogy csak egy limitált terület az, ami alkalmas arra, hogy furt kutakból öntözzenek. A következménye ugye ennek a terméscsökkenés, ami árfelhajtó hatású, illetve a száraz csapadékmentes forró időjárás következménye a varasodás. Tehát a minőséggel is vélhetően majd lesznek problémák. Meg hát ugye lényegesen magasabb lesz az ár. Az ár igen, egyelőre még a termés 50%-a a földben van. Előzetes jelzések vannak a tekintetben, hogy áremelés lesz. Ennek a mértéke még kérdéses, egy ilyen 2-3 hét múlva lehet pontos adatokkal szolgálni. El tudjátok majd látni a magyar termelőket elegendő mennyiségű szaporító anyaggal? Vélhetően igen. A magyar piac az Agrikó tekintetében nem egy domináns piac. Tehát ez a mennyiség, ez a 2000 tonna körüli, amit évente mi értékesítünk, ez azért számottevő, de a nagyobb partnerektől könnyebb ugye elvenni, mint a kicsiktől. Tehát én remélem, hogy az előzetes egyeztetések eredményeként ki tudunk szolgálni mindenkit. Nagyon sok fajtád van itt minden évben Berzencén. Hogy láttad, hogy sikerült az itteni szaporítás? Jó sikerült, egy jó közepes átlagú termést tudtak most betakarítani. Minőségét tekintve én őszintén szólva rosszabbra számítottam az időjárás miatt, és itt vannak területek, amelyek hajlamosítanak a varasodásra, de elvétve láttam olyan komolyabb mértékű varasodást, ami esetleg a minőséget befolyásolná, úgyhogy én szerintem ők is elégedettek az idei évvel. Az idei év időjárásáról el lehet mondani, hogy nagyon hektikus volt, volt nagyon meleg, eső, mindenféle szárasság is többek között. Mit jelentett ez a burgonya növényvédelmében? Mennyire volt nehéz megvédeni? Amint mondtad, elég kiszámíthatatlan volt az időjárás. Csapadékból rendszerint keveset kaptunk, és azt is egyenletlen eloszlásban. Ez eléggé megnehezítette a növényvédelmi feladatokat, de miután preventív védekezünk a szaporítóanyag előállításnál, ezért sikerrel abszolváltuk a problémát. Melyek azok a betegségek, amikre nagyon oda kell figyelni, hogyha a burgonyát nézzük? Elsősorban a fitoftóra és az alternária betegsége. Tárolókban vannak már a szaporított burgonyáitok. Milyen a minősége? Mit mondanak a minősítőintézetben? Az előzetes információk alapján a minőségek jók, és az összes fajta megfelelt. Mennyiségben hogy álltok? A mennyiség is jónak mondható az idejében. Hogyha nézzük itt az árakat, akkor milyen keresletre lehet számítani? Ugye az árakat mindig befolyásolja az étkezési burgonya ára. Most az kicsit magas. Egész évben jónak mondható az étkezési burgonya ára. Valószínűleg ez így lesz az év további részén és a jövő év elején is. Ezt érezzük a vetőmagárakon is. Amint hallottuk az előadások folyamán, Európában is hatalmas gondok voltak, így kevesebb burgonya termett, mint a megszokott években. Ez befolyásolja, illetve felvitte az árakat, mint a szaporítóanyag, mind az étkezési burgonya tekintetében. Ezeket a magasabb szaporítóanyag árakat, amiket ugye a hollandok diktálnak, ezeket be tudjátok építeni majd a ti áraitokba? Reméljük, hogy igen. Ez egyben egy kényszerűség is, mert mi még nagyobb áron fogjuk kapni azt az alapanyagot, amiből későbbi fajtákat fogjuk tovább szaporítani.